Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Azt írja a Népszabadság, hogy állítólag Tarlós Istvánnak már összegyűlt annyi dokumentuma, mely alapján Vitézi Dávidot akár meneszteni is lehetne, de állítólag a miniszterelnök stábjában, kampánystábjában, tanácsadói közül ezt senki nem tanácsolta a főpolgármesternek, viszont a hajléktalanokkal kapcsolatos döntéseit támogatják. Hogy igazat írja a Népszabadság, azt nem tudom, de mindjárt megtudjuk Tarlós Istvántól. Jó estét kívánok! Sokan jó estét kívánok! Mindenek előtt hadd emlékezzek meg egy évfordulóról, mert azt hiszem pont egy éve volt, hogy összecsaptunk, és azóta most találkozunk először. Október 18-án volt egy éve. Ó, de jó tudja. Akkor azt mondták nekem, hogy hát hogy lehetett ilyen dolgokat mondani egy nőnek, úgyhogy ez elsősorban a nőnek szól, és tudja, mivel elképzelhető azért még az életbe köztünk tányércsörgés, azért hoztam ezt a ciklámet magának, mert ennek olyan virágai vannak, hogy olykor elhervadnak, olykor kivirágoznak. És műanyag cserében van. Ha ápolják, akkor kivirágzik. Úgyhogy fogadja ezt el tőlem. Á, nagyon köszönöm. Én már ide vagyok kötöző, úgyhogy csak félig meddig tudok felállni. Hát, köszönöm én nem szépen. Vagyok oda kötve, úgyhogy ezért is hoztam én ide. Köszönöm. Őszintén remélem, hogy a 444 szerkesztőségében most áramszünet van, és nem látták, hogy ma is egy ajándékot kaptam. Szóval hát, köszönöm. Virágot még lopni se bűn. Persze, az a lényeg, hogy nem loptam egyébként. Viktóriával kezdődik a ciklámen. Szóval műanyag cserében van, úgyhogy ezt, ha dobáljuk, akkor sem lesz semmi baj. Hát igen, lehet, hogy aki adta az üzletbe, azt gondolta, hogy mondta, hogy lesz. A Kálmán Olgának lesz? Én, és azt hiszem, hogy ezért kerültem műanyag cserébe. Úgy jó, ez itt teljesen jól mutat az asztalon. Most is azt mondta, hogy a nőnek, de én egyébként nem vagyok skizofrén, tehát nem vagyok egyszer egy riporter az egyik énem, máskor meg egy nő a másik énem, tehát egy női riporter. Tehát ez volt egy évvel ezelőtt, október 18-án volt egy évvel ezelőtt is a vita tárgya utólag az itteni vitánk után. Hogy nem lehet külön választani egy nőt és egy riportert. Nekem sikerül. De azóta is sikerül, vagy azóta már úgy érzi, hogy nem vagyok kettős személyiség? Amit én szerettem volna erről elmondani önnek, azt elmondtam, és azt hiszem, hogy ez nem volt kellemetlen. Nem, hát én nem kellemetlen témára akarom terelni a beszélgetésünknek a ösvényét, vagy hát minket az ösvényre, oda, hanem egyszerűen az a kíváncsi helyzet, vagyok hogy rá, hogy ez már talán nem is közérdeklődésre tart számot, hogy maradjunk abban, hogy ezt találtam ki. Egy rövid, kérdés rövid, ez elfogadja, hogy én nem egyrészt nő, másrészt riportár, hanem egy női riportár vagyok. Én inkább azt mondom, hogy legalábbis engem még nekem még azt mondták, az anyukám is, mások is, hogy azért a lányok lányok, a fiúk fiúk, és ne kezeljük ugyanúgy a lányokat, mint a fiúkat, mert többet érdemelnek, maradjunk ennyiben. Hát ez nem ugyanaz, mint amire én gondoltam, de akkor ezt a témát lezártuk. Köszönöm szépen. És akkor egy év szünet, több mint egy év szünet, és hát nem mondom, hogy mosolyszünet, találkozás nélküli szünet után, akkor kíváncsi vagyok, hogy igazat írta a Népszabadság. Nem engedik, hogy menessze Vitézi Dávidot, igaz ez? Tudja, a kommunikációban érdekes dolgok történnek, nem csak itt világszerte, és hát bár a Népszabadság írását én is olvastam, kicsit meglepett, hogy a tartalom a címmel nem egészen harmonizál, de azt hiszem ez is a kommunikáció része. A hasonlat, amit szerettem volna mondani magának, hogy egyszer a Rolling Stone zenekarról meséltek valami ostoba történetet Keith Richardsnak, aki először bután nézett, aztán azt válaszolta a történetre, hogy csak azt nem tudom, hogy én ebből hogy tudtam kimaradni. De ebből ő most nem maradt ki. De Tarlós kezét megkötötték. Ezt nem tudom, hogy tudtam ebből a történetből kimaradni, mert nem egészen érzékelem a dolgot. Azt hiszem, hogy egy cégvezetővel kapcsolatban, hogy 15 cég a körülbelül a fővárosnak. És általában a cégvezetők feladatokat vagy elvárásokat kapnak, azt nem szokták bulvárosítani. Itt most valami miatt ez történik a legifjabb cégvezetővel. Csak azt tudom magának mondani, hogy
nem vettem észre, hogy a miniszterelnök megkötötte volna az én kezemet, ebbe meg sem. Meg van elégedve Vitézi Dávid munkájával? Azt mondom, ami az igazság. Vitézi van, amiket jól csinál, van, amiket rosszul csinál. Röviden talán azzal zárnám le ezt a történetet, mert legalábbis részemről sokkal többet nem érdemel, hogy ha kevesebbet akarna szerepelni, ha kevesebb konferenciára rohangálna a világ különböző tájaira, és azt a figyelmet a cégének a vezetésére fordítaná, akkor nem kellene ilyen leveleket írnom. Fiatal ember, most megint kapott türelmi időt, hiszen említettem valamit jól csinál, azt én döntöm el, hogy meddig marad, meddig nem. Most bejelentettem már az eset alkalmával is, hogy olyan szándékom nincs, hogy elküldjem, kapott bizonyos feladatokat, elvárásokat, ezeket végre kell hajtania. Kíváncsian várom, hogy hajtja végre. Ennyi a történet. Én nem így ismertem meg önt, mármint hogy az ön munkáját, hogy mindig türelmi időt ad másoknak, másoknak. Vannak elvárásai, jogos elvárásai ebbe a mostani levelében, ráadásul nem csak elvárásokat fogalmazott meg, hanem a megoldási javaslatokat is hozzátette, hogyha ezt megcsinálja Vitézi Dávid, akkor már beljebb lennénk a közlekedést illetően, vagy közlekedés szervezést illetően. Na de hát akkor miért ilyen elnéző Vitézi Dáviddal? Tényleg senki nem tud másra gondolni, mint hogy önnek nem engedik, hogy megváljon tőle. Nem mondanám, hogy senki, a szemét körbe fogja valamiféle legenda, ami részben igaz, részben nem. Ha akarná, kirúghatná Vitézi Dávidot? Tulajdonképpen igen. De nem akarja? Nem látom itt az idejét. Higgye el, hogyha úgy érzem, hogy itt az ideje, meg fogom tenni. Most, hogy hogyan, vagy hogyan nem, ez egy másik kérdés. Pillanatnyilag ennek nincs itt az ideje. Nem szokták általában a cégvezetőkről, meg egyébként nem az egyetlen eset. Tehát emlékezem vissza, hogy a BTI vezetőjét is mennyit támadták, visszatérően támadták, még fel is jelentették, mégsem mozdítottam azonnal el. Tehát van ebben egy kis hisztériakeltés, és ugye mindig körülbe öleli a legenda a szemét, hogy így és úgy a miniszterelnök úr rokona. Hát a miniszterelnök úr egyáltalán nem kérte tőlem, hogy nevezzük ki. Az egyik helyettesem kérte annak idején nagyon, hogy ne helyettes legyen, hadd legyen első ember. Az is körüllengi, hogy a miniszterelnök úr unoka öcsikéje, hát ez sem igaz. Vagy ha ezt rokonságnak lehet mondani, ami köztük van, bár nekem ehhez semmi közöm nincs, akkor, hogy reggel is mondtam egy másik televízióba, nekem egészen téves képzeteim voltak idáig a rokonság fogalmáról. De hát ezek a pletykák, ezek mindig alkalmasak arra, hogy valami érdekes történetet lehessen a személy és az eset köré szőni. Én azt hiszem, hogy túl sokat beszélünk erről. Messze nincsen mögött az ügy mögött annyi, mint amennyit a sajtó egy bizonyos szegmense, az én megítélésem szerint talán megpróbál kihozni belőle. Miért nyilvánosan kritizálta az ő munkáját? Megmondom, mi az oka, és elég egyszerű oka van egyébként, talán ön is be fogja látni, hogy kézenfekvő. A forgalom szervezése komoly problémákat látok, tehát én is a közösségi közlekedést preferálom, de ennek nem az az egyetlen és kizárólagos módja, hogy ajtóstól rohanunk a házba, és mesterséges dugókat idézünk elő. Ahhoz, hogy a közösségi közlekedésnek, de akár ideértjük a kerékpáros közlekedést is, hiszen higgye meg, 3 év alatt több kerékpárutat építettünk, mint előtte 10 évig, tehát ahhoz, hogy az autókat a belvárosból ilyen ütemben és intenzitással szorítsuk ki, ahhoz nem adottak még a feltételek, be kell fejezni a 4-es metrót, elegendő számú őrzött P+R parkolónak lenni, és kell lennie, és van még néhány feltétel, ami műszakilag, szakmailag ezt a döntést megalapozza. És akkor miért nyilvános a kritikája? Azért, mert a városban kaotikus állapotok álltak elő azon a héten, és ha én a közvéleménnyel nem tudatom, hogy a városvezetés érzékeli és közbelép, akkor ad absurdum azt gondolhatták volna, egyébként jogosan, hogy a városvezetés nem csak, hogy nem lép, hanem észre se veszi ezt a problémát. Nem nyílt levél volt ez egyébként. Vitézi Dávid egy iktatott levelet kapott, ezt megkapta, és ezt a levelet egyébként a
sajtónyilvánosság elé is. Akkor ez egy kampányfogás volt az ön részéről, hogy a választók tudják azt, hogy ez nem én vagyok, ez nem Tarlós István intézte. Bocsánatot kérek, az, hogy a városvezetés érzékel egy ilyen súlyú problémát is közbelép, azért ez valamivel több, mint kampányfogás. Ne. Engem annak azért a nyilvánosságra hozatala. Hát hogyne, hát... Mi hogyne? Ismétlem. Kampányfogás, hogyne? De miért lenne kampányfogás? Azt hittem, hogy arra válaszolt, hogy kampányfogásnak is fel lehet fogni. Aki azt akarja mondani, hogy kampányfogás, azt, és én nem akarom cáfolni, de azért lássuk be, hogy egy főpolgármestert azért választanak, hogy kritikus helyzetekben fellépjen és hallassa a hangját, és valamilyen intézkedést hozzon. Ha ezt nem teszi meg, akkor nyilván joggal gondolják a választói azt, hogy miért ez hülye, hát nem látja, hogy mi van. Ilyen egyszerű a dolog. És miért tiltotta meg Vitézy Dávidnak, hogy nyilatkozzon? Én nagyon szerettem volna megkérdezni tőle, hogy miért gondolta úgy ebben a pozícióban, hogy ezeket a felújítási munkákat így kell megszervezni. De nem tehettem meg, mert önállítólag letiltotta a nyilatkozatról. Ez is egyszerű, mert a Vitézy Dávid már nem a veke szóvívője, hát akkor meg szokott egy bizonyos stílust, egy bizonyos funkciót. Nem is úgy kérdeztem. Ő most már nem a veke szóvívője, hanem egy cégnek a vezetője. Ha megfigyelte, sokkal tapasztaltabb és idősebb cégvezetők nem azzal töltik az idejüket, hogy állandóan nyilatkozni járnak, meg igyekeznek. Nem politikai aktor. Nem állandóan, de ha kérdezzük őket. Vitézy Dávid 2,5 évig állandóan, mint a politikai aktor lenne, úgy szerepelt. Én megmondtam neki is, és nincs ebből harag. Ez egy fiatal ember, akinek bizonyos dolgokat még meg kell tanulnia. Neki most nem az a dolga, hogy szerepelgessen, talán az elején mondtam önnek ezt a mondatot, ha a konferenciákra szaladgálást és az örökös nyilatkozási kényszert, az ezekre töltött időt arra fordítaná, hogy a cégével törődik, akkor talán nem kellett volna ilyen levelet írni. Hát csak most kapott egy ilyen levelet, iktatva is, meg nyilvánosságra is hozta a főpolgármester, és erre nem reagálhat. Azt írta egyébként a sajtóosztálya, hogy pedig lenne mit mondania. De hát ez most milyen dolog, hogy ő meg nem mondhatja el a nyilvánosságnak azért, a véleményét? Nem politikai aktor, ismét mondom, hanem egy cégvezető. Attól még a véleményére kíváncsiak vagyunk, ugyanúgy közpénzben van. Hogy közpénzből? Ugyanúgy közpénzből fizetett. Hát bocsánatot kérek, számos cégvezető kap feladatokat, nem csak tőlem, a helyettesemtől is. Az életben nem találkoztam még hasonló esettel, hogy valakinek azért kell magyarázkodni, mert hogy a cégvezetőt behív. Hát bocsáss, egy cégnél, ha a cég első embere, a cég valamelyik munkatársának megszab egy elvárás sorozatot, vagy egy feladatot, hát akkor ön szerint annak az a dolga, hogy elszaladgáljon a sajtóhoz, aztán megkérdezze, hogy most akkor ezt miért kell neki csinálni? Vitézy Dávid nem szaladgál sehova. Nem, azt tette évekig. Aha, és akkor most ne tegye. Értem. Nem ez a dolga. És milyen világ különböző tájaira ment konferenciára? Ez micsoda, ez mit jelent? Dávid szeret konferenciákra járni. A világ különböző tájaira? Tehát valami exotikus országon, vagy hol hát azt van? Én nem tudom, hogy exotikus, nem követem, általában beszokta jelenteni, csak azt érzékelem, hogy túlságosan sokat jár konferenciákra, és túlságosan sokat szerepel. Hát ne haragudjon, én említettem, hány cégvezető van. Ezek között, a cégvezetők között nagyon nagy cégek vannak, csatornási művek, vízművek, távfűtőművek. Nem látok soha nyilatkozgatni cégvezetőket. Vele szembe is, meg velük szembe is megfogalmazunk elvárásokat. Azon dolgoznak, hogy akkor azt meg tudják valósítani. Vagy ha valamivel szemben észrevételük van, akkor bejönnek, elmondják, és erről lehet beszélni. De az, hogy egy cégvezető azt érezze feladatának, hogy ő neki állandóan szerepelni kell, ez nem szok. Ne arra, hogyha azt mondom, ez egy munkahely, nem pedig egy liberális klub. Itt a cégvezetőnek nem az a dolga, hogy elmenjen és hogy vitát folytasson a főnökével. Hát itt valami alapvető félreértés van. De azért van. Mondjuk négy szem között vitázhat 14... önnel, tehát elmondhatja a véleményét önnek. Hát ha azt vitának nevezi, hogyha szakmai észrevétele van, vagy szakmai érve van, és ezt el akarja mondani, arra eddig is volt lehetőség. Ezután is lesz lehetőség, de ez egy másik történet. Na hát önök tudják. A Népszabadság viszont egy másik történetről is ír, tehát, hogy ez van, vagy ez lenne Vitézy Dáviddal, és a hajléktalan kérdés pedig
úgy taglalta a Népszabadság kormányzati informátorokra hivatkozva, hogy azt viszont támogatják. Hát az elmúlt héten szavazott a közgyűlés. Erre sem mondta senki, hogy nem támogatja a 20 pontos levelet. Én egyetlen Fideszessel nem beszéltem, aki ezt kétségbe vonta volna. A hajléktalanokkal kapcsolatban gyakorlatilag, amit megszavazott a közgyűlés, lehet, hogy könnyebb lenne már felsorolni azt, hogy hol tartózkodhatnak, mint hogy hol nem, mint a hosszabbnak tűnne a lista. Ez a megoldás, amit végül megszavaztak, ez ön szerint megoldás? Ez jó megoldás? Nézze, engedje meg, hogy nem tudom, mennyi időnk van, de megpróbálom összeszedni a leglényegesebb gondolataimat, akkor hadd mondjam el, mert ezt a dolgot, ezt jó lenne tisztázni. És azt hiszem, minket most elég sokan nézhetnek a jubileumi alkalomból, tehát azt szeretném kérni öntől, hogy válasszuk ketté a dolgot. Van a hajléktalan probléma, ami egy nagyon komoly probléma, erről hadd mondjak néhány gondolatot, és hadd mondjak néhány gondolatot magáról a rendeletről, amit egy törvény alapoz meg. De akkor ezt egy gondolat a hajléktalan problémáról, azt kérem, és utána a rendeletről mondjuk kettőt beszéljünk, tehát hogy jó megoldások. Hát most már elvitézi Dávidot. Hát nagyon nehéz, olyan dolgok, amiket nehéz egy mondatba összefoglalni, az atomkutatás eredményeit is. Hát abban csak nem jártas. Nem, de mondjuk ez a téma megérdemel egy kicsit hosszabb beszélgetést. Legközelebb. Ha legközelebb találkozunk, akkor hát nem mondom, hogy megint hozok egy ciklámen, de lehet. Nem szeretném, hogyha költségekbe verné magát. Nem vagyok gazdag ember, de ennyire szegény se. Szóval ez jó megoldás, amit végül megszavaztak? Azt szeretném önnek mondani, hogy először is mi nem tiltjuk sehonnan ki a hajléktalanokat. Ez egy nagyon pontatlan és rossz hiszemű megfogalmazás. A magyar értelmező szótár szerint valakit valahonnan kitiltani, azt jelenti, hogy nem engedi be. Ha pedig valaki nem tud különbséget tenni a között, hogy valaki ücsörög egy padon, vagy áldogál valahol, illetve sátrat ver, bekvártéjozza magát, és mondjuk ott végzi el a biológiai szükségleteit, az jobb, ha visszamegy az elemi iskolába, egy épeszű ember különbséget tud tenni nem a kettő kell ezt között. Most megmagyarázni. Nem magának ez mondom. Ez utóbbiról van szó, az életvitelszerűen tartózkodásnak. Így van, mi ezt nem tartjuk jogszerűnek, és egyébként nem csak a hajléktalanok, bárki részéről a hajléktalanok lakhatását valóban eddig nem oldotta meg senki. Korábban egyébként ezt senki nem reklamálta, de tényszerűen tudom önnek bizonyítani, hogy a feltételeket folyamatosan és következetesen javítjuk a belügyminisztériummal, máltai szeretetszolgálattal együtt. Növeltük a férőhegyek számát, komfortosítottuk ezeket, gondoskodunk a biztonságukról, kórházat rendeztünk be számukra, akkor is, ha egy szocialista polgármester nem engedélyezte ennek a működését egy darabig, és foglalkoztatást biztosítunk nekik, ami egyébként hosszú távon megalapozhatja azt, hogy albérletet tudnak valahol váltani. Tehát a feltételek javulnak, ezekért cserébe lakásokat, nem összesen 49 üres lakása van a fővárosnak. Ez a rendelet megoldást jelent bármire is? Az a dolgunk, hogy ezeket az embereket a télen megóvjuk a kihűléstől, a megfagyástól, az embertelen körülményektől. Tehát inkább arra kellene biztatni őket, hogy menjenek be ezekre a megváltozott komfortfokozatú és szellemű szállókra. De tudja, hogy van, akinek, ha térden állva könyörögnek, akkor se senki fog bemenni. Nem, ez a baj. Mert ilyeneket hallanak, amiket hallanak az utóbbi napokban. Ne haragudjon, senkitől nem hallottam még egy épeszű megoldást, mert az nem megoldás, hogy tessék minden hajléktalannak azonnal lakást adni, soha senki nem adott, és egy képtelenség, mert nem megvalósítható. Nem megvalósítható, ez mindenki tudja. Azon kívül, hogy a feltételeket folyamatosan javítjuk, ennél jobb megoldás pillanatnyilag nincsen. A rendészeti eszközökkel az egyik nem, a kettőt nem. Ez Svédországban is így van, ha már svéd modellről beszél valaki, aki egyébként mikor módjában volt, esze ágában se volt svéd modellt alkalmazni, nem kárhoztatom érte azért, mert ő se tudott. Ma se tudunk. Nem azonos a két ország GDP-je, lehetősége. De a svédek is egyébként a feltételek javítása mellett elvárják, és ki is követelik szigorúbban, mint mi, hogy életvitelszerűen ne akadályozzák a funkcionális használatát a város legfontosabb pontjainak. Mi ezt mondjuk, nem mást, a rendeletről pedig annyit, mert tudom, hogy egy mondatnyi idő van, hogy a rendeletnek két része van. Hangsúlyozom még egyszer, mi nem tiltunk,
hanem az életvitelszerű használatot nem nyilvánítottuk jogszerűnek a legforgalmasabb, de csak a legforgalmasabb aluljárókban, a játszótereken, az oktatási gyermekintézményeken és a hidakon. És amire, van elég szálló? Amire az, hát maga Becsenyi Miklós nyilatkozta, hogy soha nem volt még Budapesten ennyi szállóférőhely. De elég? Mint, nézze, azért nem merem azt mondani, valószínűleg elég, de a hajléktalanok számát senki nem tudja. Ami pedig a komoly tiltásokat illeti, nézze, a kerületek nem javaslatokat tettek, hanem döntéseket hoztak, a 13. kerület is. Ezekről a kerületi döntésekről mi nem is szavaztunk, ezek a törvény erejénél fogva automatikusan a rendelet részét képezik, ezért van külön melléklet arról, amiről mi döntöttünk, azaz a kör, amit említettem. A kerületek egy külön fejezet, ahhoz közünk nincsen, nem tudjuk befolyásolni, a törvény erejénél fogva képezi a rendelet részét. Na minden esetre a tél elmúltával biztos, hogy visszatérünk rá, hogy mire jelentett ez megoldást. Köszönöm, hogy itt volt, és köszönöm a virágot. Köszönöm.